A szükségletek hierarchiája. Abraham Maslow szociológus arra volt kíváncsi, valójában mi irányítja az emberi viselkedést. Arra jutott, hogy rangsor van a szükségletek között. Ezért is nevezik a motivációról alkotott elméletét úgy, a szükségletek hierarchiája. Elképzelése szerint szükségleteink úgy rakódnak egymásra, mint a kövek a piramisban. Magasabb rendű igényeinkre csak akkor tudunk figyelmet fordítani, ha elsődleges szükségleteink kielégültek. Az alapvető szükségletek a létfenntartáshoz kapcsolódnak. Ezek a légzés, táplálkozás, alvás, szaporodás utáni vágy. Amíg ezek a biológiai szükségleteink nincsenek betöltve, addig elsősorban ezek motiválják tetteinket. A következő szinteken jelennek meg a magasabb rendű úgynevezett lelki-pszichológiai szükségletek, így a biztonság, a védelem, az összetartozás, a szeretet utáni vágy és az önbecsülés vágya. A legmagasabb szintű hajtóerő, hogy életünknek értelme, célja legyen. Maradandót alkossunk és életünket szellemi, lelki és erkölcsi értelemben is kiteljesítsük. A Maslow-piramis jól leírja az ember működését, és általában igaznak is bizonyul, bár időnként a felsőbbrendű szükségletek kielégítése fontosabb, mint az alapvető igényeké. Hiába éhes és fázik valaki, nem ezeket a szükségleteit igyekszik kielégíteni, hanem alkot, másoknak segít, vagy éppen szellemi megvilágosodást keres. Hogy miért? Örökrejtély. Akárhogy is, az ember mégiscsak bonyolult és kiismerhetetlen lény.